Az Evangélikus Roma Szakkollégium hallgatóinak előadásával kezdődött a 2017-es tavaszi tudományos sorozat a Tudáspresszó. Az előadások társadalmi kérdésekről, tudományos kutatások új eredményeiről szólnak. A romák történelme, kultúrája sem a saját közösségükben, sem a többségi társadalomban nem ismert. A pedagógus képzésben tanítanak romológiát, hiszen az iskolákban a tanítók, tanárok ezáltal is jobban elfogadják és megismerik a roma tanulókat. A tanító szakos hallgatóink választhatnak egy 14 kredit értékű modult, amelynek az a címe, hogy a cigány-roma kultúra és társadalom ismerete. Úgyhogy ezt a 14 kreditet óraszámmal lefordítom, ez egy 150-160 óra. Ennek része például az, hogy belekóstolunk egy kicsit a lovári nyelv tanulmányozásába, külön foglalkozunk a cigány népköltészettel, foglalkozunk olyan filmekkel, amelyek valamilyen szempontból kötődik a cigánysághoz. A program 2009-ben indult Science Café címmel. A nyíregyházi rendezvény üzenete, hogy nem csak Budapesten van tudomány, és nem csak a fővárosiakat érdeklik tudományos előadások, mondta Fábri György, társadalomkutató, a sorozat házigazdája, aki szerint a rendezvény egyik nagy értéke, hogy a jelenlévők kérdezhetnek is a tudósoktól. Nyugodtan rákérdezhetünk, a tudósok azért vannak, ezt magamra is mondom, amikor a saját területemről van szó, azért vannak, azért vagyunk, hogy abból a pénzből, amivel minket fenntart a közösség, értelmes válaszokat adjunk. A másik fontos viszonyulási forma az a tisztelet. Én úgy gondolom, a tudományt azt tisztelni kell, sajnos manapság ez a tisztelet ez kezd csökkenni, de a tudomány, amit számunkra tud nyújtani, az megérdemli a bizalmat és a tiszteletet. A reformáció jelentős mértékben hozzájárult a tudományos kutatás szabadságához, a különböző tudományterületek szakmai önállóságához. A reformáció 500. évfordulóján fontosnak tartották, hogy a rendezvényre pályázzanak, mondta el Laborci Géza. A reformáció az nem csupán egy történelmi esemény, hanem annak máig ható következményei vannak, például a gondolkodásmódunkat alapvetően határozza meg az, hogy 500 évvel ezelőtt elindult egy folyamat, amely ugyan egyik oldalról nagyon mélyen az ember személyes meggyőződésének, a hitének a megújulása volt, de ez aztán kihatással van az összes többire, kisugárzással van az összes többire. Tehát ez egy máig ható, tartó folyamat, például a tudományos gondolkodásmódnak a meghonosításában. Az előadásokat hétfőnként Nyíregyházán a Centrál Hotelben tartják. Nyitott, bárki elmehet ingyen és meghallgathatja az előadásokat. A klímaváltozás, a reformáció, mint kommunikációs forradalom és a robotok nyomtatott világa lesznek a következő témák.